A műsor szakmai együttműködő partnere a Karinti Színház. Jó estét kívánok, Fábri Sándor, humorista, író, műsorvezető, dramatúr, ki tudja még mi minden, a Bóta Café mai vendége. Szerintem mindannyian ismerik, és kiderült, hát amikor kiraktam a Facebookra, hogy jön, abból is kiderült, hogy rajongói vannak, hatalmas tábora, meg ellenzői is vannak, az nem tudom melyik, erről majd nyilván, nyilván jócskán beszélünk. Tehát akkor Fábri Sándor. Szervusz! Tudod, Mikolát, én szerintem legesleg először? Na. Egy meglehetősen furi szituációban, művészetek völgye, nem kapocs, hanem talán talján dörög, és te átáll a út egyik felébe, mi leültünk a földre a másik felébe, Igen. időnként elment egy traktor, meg néhány autó, és te ott lökted a magad Igen. dumáját. Hogy kerültél ebbe a szituba, tehát hogy meg egyáltalán oda, hogy elkezd nyilvánosan szövegelni, azt tudom, hogy te végeztél Pécset, tanárképzőt, aztán elte is volt, meg dramaturg ugye a filmgyárban, ezt sokan tudják rólad, e, forgatókönyveket is írtál, vagy 40 e, hogy de hogy elkezdesz szövegelni? E, én azt szoktam mondani, hogy ilyen szövegelő régen volt minden osztályban legalább egy, minden kocsmában legalább egy, minden sportklubban legalább egy, csak ezek nagy része ugye nem jutott nyilvánossághoz. Tehát én tulajdonképpen ezeknek a uh, Duma francik... Uh, és te már ilyen Duma franci? Persze, Igen? Házi bulikról nem is beszélve. Persze. Nem, de megállítottad az... a házi bulit, lekapcsoltad a, a zenét, leállt, és elkezdtél. A házi el... buli leállt, mert én kimentem a konyhába, akkor zsíroskenyi, ruborkás üveg felhajtott ingel, yeah okay. és egyszer csak a társaság kezdett jönni. Hát néhány ilyen megszállott, ugye elsősorban akinek már volt arra esélye, hogy valamilyen hölgyikével dülőre jusson, az nyilván nem jött ki, de a többség jön, De ez nagyon sok volt ilyen, nagyon sok volt ilyen az én időmben, és szerintem ma is, hát én a mai helyzetet nem ismerem, a lényeg az, hogy én soha nem gondoltam, hogy ebből bármi lehet, én soha nem gondoltam, hogy ez ilyen Komolyra fordul. Na de ha amikor úgymond már komoly volt voltál, akkor. Hát azért teljesen más a népfáj. még a, a figyelbe a, bementél a, a Büfébe? És hát ott... van egy filmünk, ami nem olyan rég ment, kérlek szépen a Duna televízióban, talán látta valaki. Az a címe, hogy itt a szabadság. Ez 88-ban készült, mm -hmm. egy nagyon érdekes időszakban, amiben három amatőr szerepel, tehát velem együtt, és Andorai Péter és egy Moszkvic megyünk Bécsbe seftelni. Ez tehát tulajdonképpen egy ilyen road movie, ahol az a szöveg, amit én mondok, az teljesen improvizatív szöveg. Na most ennek két baja volt, az egyik, hogy az Andorai, és itt köszönöm meg ezúton az ő akkori türelmét és toleranciáját, mert ő megőr, egy, egyrészt elröhögte magát, ugye, ápstárt. És szerepe szerint éppen nem lett volna szabad. Hát éppen nem lett Aha. volna, vagy nem feltétlenül lett volna szabad ápstárt. Hát egy, hát kettő, soha egy jelenetet pont úgy nem tudtam megismételni, legfeljebb körülbelül úgy. Ugyanez egy korábbi filmes próbálkozáson volt a Szomjasnak a amiben a szőke játszott nagyobb szerepet, mindjárt eszembe fog jutni. mi ahol szőke egy, András, ezt legalább tudom. Ahol egy, ahol egy, ilyen rendőrfélét alakítottam, és ott hamar kiderült, hogy én nem tudok szöveget megtanulni, még csak meg tudnám, de nem tudom elmondani. Hát az a színész, én nem vagyok színész, és én szerettem volna a filmbe többet improvizálni, de hát emiatt ugye erre, erre nem volt, nem volt lehetőség. Tehát magyarán ennek a dumálgatásnak vannak hagyományai, a filmgyárban is viszonylag ismert voltam erről, és akkor Sándor Pali mindig zrikált, hogy Humor herald, hol van a humorod a magyar filmászodról? Mondom, Palikám, már négy forgatókönyvet adtunk be hozzátok, soha nem történt semmi. Az én nem is láttam, nem is láttam, de mindez, ez a személyes része, nem érdekes. Ezt most csak a te kérdésedre válaszolva need. Ez azért érdekes, ez a dörög mert ez volt tulajdonképpen én akkor már a rádiókabaréba szerepelgettem, nagyon szordinóban, de nyilvánosan én És még ott nem... már jár, ott sem megírt jelenetben? A soha. Rádió soha. Tehát ott is odállt a mikrofon előtt, aztán soha. mond a Fábri, amit én, akar. Hát körülbelül. Hát Aha. körülbelül, de én más Aztán megvagdosták? Hát valamit igen, mert ezt képzelni, hogy te nem tudtál öt perc lenni. Ö, nem nagyon, igen. Tehát Ugye? az idővel a mai napig bajok vannak. A televízióban most már fegyelmezettebb vagyok, mert azért ez egy drágább műfaj. A rádióban főleg, ha állapotba kerülök, akkor hajlamos vagyok elszabadulni. De engem annak idején a farkasházék nagyon jól kezeltek, nagyon jól bántak velem, nem raktak rám idő előtt olyan terheket, aminek én nem tudtam volna megfelelni. Tehát nekem a mai napig a legnehezebb feladat, és akkor következik Mutyók Mónika, ugye, tehát ugye félek, hogy elrontom a nevét, stb. stb. tehát én ott ilyen De Ja, hogy is... ezt fölkonferálni, ez, ez már nehéz. Nehéz, most már nem, de akkor ez, akkor ez nehéz volt, és egyúttal ez magyarázza azt, hogy akkor az egész rádiókabaré lényegében felolvasásra épült, és a gyengébb, de nem felolvasott szöveg az mindig nyert, az esetlegesen sokkal jobb, de mégiscsak felolvasott szöveggel. Hát még ha a szöveg esetleg jó is volt, akkor meg pláne. A lényeg az, hogy én addig nyilvánosan nem szerepeltem, és akkor a Galkó balázs, nem tudom már, hogy keveredtünk össze, és mondta, hogy menjünk le, hogy ez milyen érdekes dolog, és ez van, az van, amaz van. Mindig eszembe jut, mert még úgy kellett lemenni, nem volt még elkerülő út, Taljándörökre, illetve Pukovét a Hát igen, Ez volt a kiinduló kérdés. És akkor még úgy kellett lemenni, hogy Veszprémen keresztül. Aha. Tehát ilyen kis, kis, út volt, és akkor nekem ez az egész ott nagyon megtetszett, és akkor ö, ö, már a Pesti Színház, talán már volt Pesti Színház azért egy kicsit, nem, talán még az se volt, de nekem már voltak ilyen pompázatos nejlon szabadidő ruházataim, ha emlékszel, ott is ebben <laughs> szerepeltem, tehát ilyen pálmás póló, meg elefántos nadrág, meg nem tudom micsoda, de keményebb volt a dolog ennél, mert én a, a megállítottam az autókat és a bentlévőkkel beszélgettem. E, tehát őket is bevontam, e, bevontam, idézőjelben a sóba. Nem emlékszem, hogy ez meg volt hirdetve a műsorban, vagy ez ilyen száj. Ez meg volt, meg volt, igen, oda. A igen, 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 meg csinálta. volt, igen. Amire még emlékszem, hogy aztán te voltál ugye a először a Merlin stúdiójába, aztán felkerültél az étterembe a klubba. Igen, 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 igen. Ott valami a címében is benne volt, hogy pincér, a igen, pincér közbeszól, igen. vagy talán valami? A pi, a, a, hát volt, ugye van a klasszikus cím, a pincér közbeszól, igen. és ennek volt egy kis kiforgatása, hogy a pincér, aki hozzászól. Aha. Ugye? És az eredetileg úgy volt tervezve, ez egy érdekes dolog volt, és, és hát ez tényleg Jordán Tamásnak köszönhető, aki ugyancsak jól bánt velem, és a teljes bizalmat megadta, hogy ez, a te, ez, az étterem, ez be volt kamerázva, illetve monitorok voltak, és mindenki látta. Tehát oda tudtam magyarul menni egy asztalhoz, ott valakivel valamit Tehát improvizálni. Mak kiállni, mindent ne, lehet. Azt én nem csináltam, mert én dolgoztam, de hogy mi, mi nekünk, nekünk. a közönségnek nekünk igen, lehet. de az volt, hogy a közönséget interaktív módon meg lehetett úgy szólítani, hogyha én a bal hátsó sarokba mentem, a kivetítőkön. A, ami hát tévémonitorok voltak, látta az egész étterem. És itt arra emlékszem, hogy akár ezt te elnyújtottad éjféli kajnali tovább, egyik, Tovább, Mikor, tovább, hogy. Hát a Tehát ilyen négy-öt órát lebóra volt igen, egy. Igen, ez, ez tízkor kezdődött, tízkor kezdődött, és mondjuk a, egy óra volt az általános, de volt kettő is, és fél három is. Hát emlékszem egyszer. Hát, mint hogy nem egy órát, hanem egy óra Egy óráig egy. egyik Igen, tartott, egy, de igen, volt igen, egy igen. Három. Hát ez csak három óra végül is tíztől, de volt igen. úgy, hogy négy óra volt, volt úgy, hogy négy és fél, és emlékszem egyszer Pogány Judit, aki megtisztelt azzal, hogy ottan megnézte ezt az ismeretlen kis fiúkát, aki már nem volt olyan kis fiúka, mert hát én viszonylag későn kezdtem a pályát, úgymond, és mondta, hogy elnézés, de másnap próbálja van, és el kell menni. De, de azt láttam, hogy a nevetéstől az arca elég rossz állapotban volt, tehát ilyen elkenődött smink, és mörtyögés, és mindenféle. Na most ez volt nekem tulajdonképpen a legfőbb iskolám. Tehát ott volt egy közönség, aki hát... Ott azt... meglehetősen értelmiségi közönség Igen, volt. de hát az az, 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 nem baj, de azért volt, volt szerencsére nem értelmiségi is, de azt képzeld el, hogy a törzs közönség fele az mindig jött. És ugyanazt a sztorit meghallgatták, általában mindig más volt, de Ugyanazt a sztorit, az alap, a vietnámi balsa, meg az ilyen klasszikusabb történeteket, mint a népmesét. Tehát azt meg, ha ez a mai napig rejtés számomra, ezt meghallgatták, mint a gyerekek a mesét, és akkor azon külön örültek, ha valami új fordulatot teszek bele, mert sosem volt azért ez a dolog készen. Én ezeket soha le nem írtam, de a lényeges az volt, hogy egy védőhálót tettek alám. tehát teljesen felszabadult voltam, és ha a történetnek nem kerekedett végepoénja, akkor lehetett azt mondani, hogy ezen még dolgoztik el. És akkor is és belevágtunk valami másba. Tehát én nem nagyon hiszem, hogy más, tehát hogy létezik még más olyan közeg, ahol ilyen szabadnak, ilyen kísérletezőnek, ilyen szertelennek lehet lenni, és akkor ezeket, mint egy ilyen városi vejnemőnnen, addig-addig mondogattam, míg akkor ebből lett ugye három CD, amiből soha egy betű nem volt leírva, ugye az egyik a vietnámi balsam, a más másik azóta, nem bal ugye a gyerekkorom karácsonyi történetei, és a harmadik pedig a lejtő ördöge, ami a sí balesetem, és utána a különböző kaladjaim a sportkorházban. Azt én már az új színházban hallottam. Na tessék! Nem ez volt az igazi, leginkább azonos fábrik? De való, de lehet. Hát most már ezt... Most már ezt mondhatjuk. Hát Amit a legkevesebben ismernek belőled. Ja, hogy a, ja, a Merlin? Igen, a Merlin. Hát, a Merlin. A, a, annyiban, annyiban módosítom a képet, tehát abban igazad van, hogy a televízióban ott azért két hetente egy műsort nekünk le kell tenni, ott nem lehet ilyen szertelennek lenni, és azért van néhány író, aki segít nekem hogy ha velem az elmúlt két hétben nem történik semmi, ugye mert az a jó, ha velem történik valami, akkor azt általában elég érdekesen el tudom mesélni és ha nem történik, akkor is kell műsort csinálni, tehát a, a, az én szívemhez nyilvánvalóan a Merlin közelebb áll, de a helyzet nem annyira rossz, mint gondolnád, mert én hát utána még nagyon hosszú ideig léptem fel, hát tíz éven keresztül azért hetente négyszer-ötször, Eh, ahol viszont eh, egy művelődési házba, vagy az új színházba, ott én ugyanúgy kiéltem magam, eh, mint a Merlinbe annak idején. Sőt, hát én többször hogy ugye Kisvárdán a határon túli Igen. Széleszeg fesztiválon, te valahogy egy időben minden évben fölléptél. Igen. És ott tulajdonképpen te magad is konstatáltad egyszer a színpadról, ami látszott, hogy a helybéliek boldogan belmennek rád, és valahogy a fesztivál közönség meg, meg kevésbé, vagy szinte egyáltalán nem, és mondtad is, hogy elvesztetted az értelmiségi közönséget. Ez a só miatt van, ami más ízlésvilág? Lehet, hogy a só miatt is, ezt nem tudom. Hát azt szoktam mondani, hogy elkezdtem ezt a sőműsort, és egyúttal rugalmas elszakadásomat az értelmiségtől. De, ez egy műfaj, itt ezt kell, szóval, szóval én nem szeretem azt, amikor nem adják meg az operát, Ez egy népszerű dolog. Itt, itt mondjuk a bajrajti történetemet, azt korlátozottabban lehet elmesélni. Mert, hogy Wagnert, és rendszeresen járt Igen, és rendszeres igen nem, de, se sokszor, de sokszor, hát nem, ez, ez kétszer volt, de akkor enciklopédikusan. Tehát és, akkor végignézted a ringet. Tehát, hát volt, igen. Na, majd erről igen. is beszélhetünk. Ez egy ilyen főpróba. Főpróba hét kvázi volt, ringet, így van, főpróba ringet. hét volt, de a Rádiókabaréba, ami most hat éve új alapokra helyezve vágtat előre, ott minden hónapban egyszer szerepelek, de lehet, hogy minden, minden két hétben, bocsánat, minden két hétben, mert ez a Kosuton van fél kettőkor, 40 óra friss kabaré, képzeld el. Tudod, a nagy klasszikus időszakban hány óra kabaré volt a gyerekkorunkban? Hát, ja? hogy ki a 40 óra. Tehát, hogy... Úgy, hogy minden szombaton. Fél kettőkor egy óra kabaré van, és a van 52 szombat. Egy évben, igen. Egy évben, bocsánat, egy évben, egy évben ugye 40 óra friss kabaré van, és ott aztán tényleg ö, ö, azokat a dolgokat, amelyek a merli megmaradtak, meg közbeszületnek, meg nem tudom, azt ugyanolyan fésületlenül ö, tudom a rádióba integrálni, Úgyhogy aggódó kérdésedre válaszolva, amit már mások is föltettek, hogy hát a Merlin volt az igazi, hát jelentem, hogy őrzöm a lángot, és a Merlin él. <laughs> Na, de könnyen megadtad magad, mert ezt nem, azt nem tudom, hogy a te ötlete, ugye azt tudjuk, hogy Kovács Kristóf meg igen, producer, igen, meg Amerikában igen, volt. Igen. Igen. Meg Tehát itt nyilván hoztak rád egy kabátot. Hoztak egy ugye? kabátot. Ugye? Tehát kvázi igen. egy licenszerű valamit igen, gondolom én. Igen. Igen. És ott mennyire kapálóztál, hogy de te ezt nem akarod, mennyire mondták, hogy de ez kell, mert ekkor lesz siker, mennyire akartál te riportalanyokkal beszélgetni. Igen. Sokan mondták, hogy hát ez a legfőbb gyengét. Hát a fáli abban jó, hogy itt pofázik, pofázik. Igen, 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 van, igen, hogy igen. Mással, empátiával beszélget, hát ugye. Az, az azért néha megy, néha nem megy, ebben tökéletesen igazad van. Na most, ami a kabátot illeti, én azt mondtam, nem tudom, hogy emlékszel -e rá, volt egy olyan gyors látsz Budapesten, hogy paprika. Paprika azt látsz. Emlékszem. És én azt, mondtam, én azt mondtam, vagy. hogy ez a jövő, tehát, fénykép, egységes árak, tisztaság, gyors kiszolgálás, de nem hóddög és egyéb e, 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 újvilági baromság, hanem hortobágyi palacsinta, paprikás, csirke, stb. stb. Tehát én mindig azt mondtam, hogy a kabát az nyugati, egyébként a világ minden tóksója, a legnagyobb része, fogalmazunk így erre a szerkezetre, épül. Tehát, hogy van egy monológ, van három vendég, és a végén van egy zene. Sőt, én egyszer akkor még megengedettem magamnak, hogy Gotár Péter volt a művészeti tanácsadó, mert azt szoktam mondani, ez olyan, mint hogyha a Jay Lenónak ott ül, a Spielberg vagy a George Lucas, és én megkérdeztem ezt az íróasztal kanapét, és azt egyszer lerajzolta nekem, hogy az miért van úgy. Én ezt most már nem tudnám elmondani, de akkor meggyőzött róla, hogy hogy ez ki van találva, tehát ez olyan, mint a gyorséttereblánc. Tehát ez e, a fényképezés és minden, is technika szempontjában ez a jó. A, ami maradéktalanul én voltam ebbe, amit sikerült átmenteni mind a mai napig, az a design center, ami igen, azt gondolom, a hogy a hócipőben el, Hát a hócipőben utána pedig sok a hócipőben is, és a, és a sóban is, és a sóban hát a mai napig ez a design center működik. Én ezt hát nézd, hogyha hát én most már ilyen 5 és 600 adás között vagyok, és 21. 21. éve csinálom, ez önmagában nem érték, csak tényként mondom. Én ezt úgy, én ezt úgy megszoktam, és Természetesen, hát mindenki, hát te sem mindig a legnagyobb örömmel mész dolgozni. Én általában igyekszem nagy-nagy örömmel menni dolgozni, tudod, tehát én de nem ott szeretem. Gondolom, van egy rutinod, hogy földobod magad, Föl nem. is dobom magam, de én ezt még mindig szeretem. Tehát ideális esetben én alig várom, hogy a dolog elkezdődjön, akkor van bennem egy ilyen kis egészséges druk, és mind a rtl korszakból, mind a mostani korszakból, azért tudok olyan, hát most nálam volt például a Magda Vásárjóvá. E, akiben hát a 80-as években, aki nem volt szerelmes, mikor a haját a Menzel filmbe fél, fésülte a kémény tetején, az Csal. <laughs> és és az, hogy találkozhattam vele, és az, hogy Jérsi Menzelt meghívhattam, aki a díszletek mögött rágta a körvét, állati szar, kedve volt, azt se tudta, hogy hol van, ki ez az idióta, akivel beszélget neked, és akkor oda mentem hozzá, és elmeséltem az ő összes osztálytársát, elmeséltem az összes operatőrjét, elmeséltem az ő összes filmjét, a Forman összes filmjét, a Sorm összes filmjét, a Hitilova összes filmjét, eh, az uborkafán, és a többi, és a többi, és akkor azt mondta, na jó, akkor megcsináljuk. És vele nagyon jót beszélgettük. Hát nekem az ő egy legenda, e, akivel találkozni, ez, ez egy nagy dolog. De ugyanilyen volt Faludi György. Akivel aztán valamelyes baráti kapcsolatba is kerültem, akkor megkért a felesége, hogy mondjak egy pár szót a temetésén. Hát ez is só igen? csak az ember nem kap tapsot. Nem írtam le belőle egy sort se, nagyon sokan kifejezték, hogy tetszett nekik, vagy jó volt, vagy megrendítő volt, nem tudom reprodukálni, talán egy picit, de várjál csak, hogy hogy jön egyikből a másik, hogy a temetési beszéd után odajön két szálfeegyenes, 80 éves szivar, gratuláltak, bemutatkozott, azt mondja, Mihnai Gyula vagyok. Na most én tudom, ki volt a Mihnai Gyula, aki megszökött Recskről. Na most, ha nincs a műsor, nem ismerem meg Faludit, aki ebben a műsorban nem érzi jól magát, nem találkozunk utána szárszón, nincs belőle egy ilyen barátságféle, nincs a tevetési beszéd, akkor nem kapok meg két ilyen nagyszerű figurát, akiket szintén meghittam a műsorba, pont. Jó, de azért nyilván a műsorban nem csak ilyen. Tehát nem lehet azt mondani, hogy a műsor vendégei értékszempont alapján szervezőknek. Itt kiszerűleg. egy nagy változás történt. Itt Igen, egy nagy azt te mondtad, történt, amikor eljöttél az rt és mentél át az úgymond itt azért, itt azért, hogy, uh, hogy a bulvártól el akarsz távologni, hogy de, kevésbé, de, de nyilván a, nem de. tudsz mert a sóműfajában... műfajában... Hát ez kellene, ez kellene, de hát most képzeld el, hogy Galgóci Árpád, aki 13 évet töltött Oroszországba, nem tudom, 6 hetet a Gulágon, 90 fele ballag, a legnagyobb orosz fordítónk, és meg tudtam ilyen kis trükköket engedni magamnak egyébként, annak idején is például az Anetkát, ha még emlékszünk rá. Hát, én javasoltam, hogy hívjuk meg, még az RTL-es időszakban, és kiderült, hogy az Anetka egy tök értelmes csaj. Tehát nem ez a e, íróasztalon, bőrbikinében e, rosszaskodó is e, is delnő, is hanem őt? utána jött a kiszeltünde, akiről kiderült, azt nem tudom, hogy tudod-e, hogy nagy opera értő. Rendszeres opera akkor mindig ott Nem csak volt, az opera... Na de várjál, Igen, nem de járt csak az, opera az opera rengeteget járt, és tudta, és ismerte, és nem tudom, tehát, hogy adott esetben a bulvár figurákkal is fel lehetett fedezni egy másik arcot, egy másik embert, egy másik oldalt, és most pedig ugye a, a, a Dunán, hát azért az, hogy Ránki Dezső, az, hogy Klukon Edit, az, hogy György Ádám, az, hogy Várda István, tehát a komoly zenének olyan ászai, Kokas Katalin, Hát szóval... E, föl, éppen most belehallgattam, amikor készültem, egy ilyen rádiókabaré volt, és úgy konferáltak föl, hogy a, a rádiókabaré legelszántabb népművelője. Igen. Szóval, hogy ezt én is érzem benne. Tehát az egyik oldalon Igen. miközben... Ott van az, hogy ugye sokan elmondták rólad, hogy mennyi trágás szót használsz, igen, hogy igen. mennyi gatya a, a, letolós viccet igen, használsz, igen, igen, hogy... Igen, ehhez egyébként azt mondom igen. el neked, hogy sajnos akkor a vágás teljes egészében a producerem kezében volt. És ő persze punikukira vágta. Tehát ott röpül, abban volt más is mindig egy ilyen rakott és nem, palacsi... uta, uta vágásnál nem, de, nem nem, de, nem, de nem, is akarta beleszólni. Nem, nem, ez valószínűleg lustaság, vagy kényelem, vagy mit tudom, én meg ismertem az ő gondolkodás módját. És azt, Na jó, de, hogy... Akkor nyilván azért is mondtál ilyeneket, mert tudtad, ne, hogy én szeretek, én szeretek, csak, csak akkor A hétköznapi életben is mondasz Mondok ilyeneket, ilyeneket de nem csak ezt, tudod? E, és azt viszont tudomásul kellett venni, Például a Kristóf, mikor belevágtunk, mondta, hogy legyünk üzlettársak. És én nem mertem. Tehát én homo vagyok. Én kérek egy szorít havi fizetést, és viszont látásra. Na most akkor ugye a nézettség egy nagyon fontos dolog volt. Tehát eh, eh, tudomású kellett vennem, és ehhez a Kristóf értett. Tehát, hogy hogy kell a cikkeket elhelyezni, hogy kell a műsor körül egy kis balhét generálni, ami, amitől én sokszor megőrültem, meg ez sokszor az én bőrömre ment, de ez, a, ez az ő, ő Mi mondjuk, dolga. Milyen balhé volt, ami úgy éreztet, hogy a Hát megy. Nem, nem, olyan, nem, olyan, különlegesek, vagy nem olyan, nem olyan érdekesek de, de és, és, mondom, emiatt a vágás technika miatt alakult az ki, hogy na hát a Sanyi így beszél, úgy beszél, amúgy beszél. Na most figyelj, ez a szolid kis havi fizetés erre, azért muszáj ezt ugye érted, hogy muszáj igen, lecsapnom. Igen, Ugye nyilatkozta te olyat, hogy az RTL-nél olyan gázsid volt, amilyen senkinek az országban. Igen. És aztán, amikor a közszolgálathoz kerültél, akkor is megjelentek cikkek, hogy ezt bizony 15, 20, 18 milkóért csinálják. Igen, 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 igen. Igen. És az ember elmélezik az, hogy mi kerül ezen annyiba? Igen. Te kerülsz hm? ezen annyiba, vagy mi? Mi a kérdés? <laughs> Ez a kérdés. <laughs> nézd, hát a, különösen a. a Tehát a, van három vendég, utolsó, van egy zenekar. A, <laughs> egyszer meg kell csinálni <laughs> egy díszletet, ami a tette, érted? Hát most ezzel mi kerül annyiba? Hát nézd, de én erről azért nagyon részletesen nem szeretnék szólni. Egyrészt, hát 104 ember dolgozik ebbe. De mit csinál 104 ember? Hát díszletépítő, díszletbontó, kábeles, takarító, hostess, ültető, nem akarom én itt. Tehát ez nem kis, ez nem kis csapat ezt egy, ez egy szép és nagyszabású díszlet, ezt fölállítani, stb. E, stb. E, úgyhogy de a vezetőség gondoskodik arról, hogy a pénzünkből azért minden évben egy kicsit lefarag, úgyhogy meg, megnyugtatom a kedves... Ugye sajnáljak meg? Nem, én, én, ilyet nem mondok, én csak annyit mondok, hogy ezeknél a rövidítéseknél én egyetlen egy stábtak pénzét nem rövidítettem. Ezt akarom mondani. Mert hogy most már te is producer? Hát persze, Persze. Most már te is. Persze, pedig, a Kristóf nem akart jönni. Én nekem, látod, ez megint ilyen bocsinálta a dolog. A Kristóf nem tudott jönni, ő félt attól, hogy az M1 nem fizet, ugye, akkor még M1 volt, mert mi valamikor a pályánkat az M1-en kezdtük, és ők tényleg bejelentették, hogy nincs pénz, és akkor a Kristóf ügyesen átnyergelt az RTL-re, akik éppen akkor vesztek össze egy kollégával, és gyakorlatilag aranyhídon masíroztunk át az RTL-be. Ő nem akart jönni, akkor én hazamentem, kinyitottam egy csopaki rizlinget, felhívtam a könyvelőmet, mondom, Tibi, vállalnád ennek a pénzügyi részét? Igen. Fölhívtam a Lengyel Zsoltot, akivel mindössze 1973 Közismen óta vagyunk barátok. Igen, mondom rendeznéd ezt, azt mondja rendezni. Akkor lett egy kitűnő gyártásvezetőnk, és aztán így szép lassan, tehát magyarán a producerkedésben én azt a technológiát választottam, mint Ronald Reagan, hogy jó emberekre bíztam a dolgokat mert enélkül nem megy. Tehát erre a klasszikus történetem, ha a Mónika megigazítja a pofámat a részlet mögött, megkérdezi, hogy meg akarom-e nézni. Mondom, Mónika, nem akarom megnézni, mert ezt te jobban tudod, és én megbízom, mert fogalmam nincs, hát mint általában, hogy én mit írok alá, ugye hát ez csak szubróza és csendesen mondom, de a könyvelőmben száz megbízom, hát most csak egy humorisztikus apró részlet, hogy a stáb fele akkor ismerte meg azt a fogalmat, hogy teljesítés igazolás. Szóval, tehát mi a hátunkon alszunk, napra készek vagyunk, és a Tibiért tűzbe tenném a kezem. Van egy kitűnő vágó, műgye Zsebi, aki úgy polírozgatja a műsorokat, hogy olyan finomságok vannak benne, amit én nem is látok. Tehát, vagy, vagy hogy mondjam, nekem így egyszerű nézése nem tűnik fel. Na, szóval el lehet ezt a pénzt tisztelettel költeni, ezt szeretném mondani. Jó, hát te is tudod, hogy nyilván van, aki azt mondja, hogy na, hát ezt azért kapja, mert a nem, Fábri ahhoz nem, az Nem, 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 sőt, én elmondom neked, hogy az én átjövetelemben semmifajta politikai szempont nem dominált. Miért, miért? Miért? lett vége az Azért ezért? három évre, való, három évre előre szóló szerződéssel volt az RTL-nél, mikor eljöttem. Mert hogy ne akkor legyen meg, ne akkor legyen meg, csak egy óra legyen meg, szóval elkezdődött, nézd, mi 15 csodálatos évet töltöttünk az RTL-nél, érted, semmi gondunk, bajunk az ég a világon nem volt, tehát egyrészt elkezdett ez a dolog jönni, és amikor a programigazgató mondta, hogy hát akkor fölhívott, mondta, hogy hát októberbe se kezdünk, hanem majd tavasszal, ha vége van a való világnak. És akkor mondtam, mi a ló? És akkor bepipultam, tudod, ez ahogy a toldiba van, hogy tűrte Miklós, eddig tűrhette, és akkor nézd, eh, akkor a, kö, hát a, 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 a televízió görbéje az 25 éven keresztül az x tengelyt képtelen volt elhagyni. <laughs> Tehát nulla nullovics. Eh, de egyrészt ugye nincs a műsoromban reklám, eh, bíztam az ország normalizálódásában, és azért a világon mindenütt a közszolgálatin lenni az egy elegánsabb dolog, mint nem a közszolgálatin lenni. Ezt így manapság is így gondolod? Szerintem uh, ne siessünk elő. Na jó. De kalma, kalma, kalma. Uh, akkor volt a Gunder műsora, volt a Lárpúrlár, voltak a nacsáig, és ez az X-tengely úgy-úgy-úgy elkezdett, elkezdett mocorogni. Te tulajdonképpen most is így gondolom, de hogyha én most különböző kritikai hangokat engednék meg anya csatornámmal szemben, ez nem volna, nem volna etikus, vannak ilyenek igen. Hát volt ilyen, amikor megengedtél, mert a TV1-et, azt kvázi Tehát volt amikor, hát amikor két másik csatornára, a, meg tv 1 -e azt mondta, hogy ilyen hát ez, egy, ez egy, ez bulva, Na, de hát ez súlyos idézőjelbe volt téve. Hát ez olyan, mint amikor a, amikor a Hofi mondta, hogy a, az átkors kommunista, vizé. hát ne, de hát ez, 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 egy félreértés, ez, erről többet nem érdemes beszélni. Ö, hogy kerültétek kvázi a, a jobb oldalra? Ugye te indultál tényleg a Farkasházékkal, ott voltál Balatonszárszón. De hát akkor az ja. semmilyen oldal nem volt, akkor itt nem akkor, voltak igen, megőrülve. Igen. Tehát akkor elköszöntem a teddi-től Húsvét előtt, és kérdezte, hogy mit csinálok. Hát mondom, mindegy, Teddi, Húsvét az nektek úgyse egy siker ágazat. És, és tudtuk röhögni. Akkor ilyen idők voltak. Én először is én politikai humorral lényegében nem nagyon foglalkoztam, ma sem, ma sem nagyon szeretem. Én mindig csak annyit mondtam, hogy én Orbán párti vagyok a horgyulához képest. Hát ezt engedtessék meg nekem. Tehát tulajdonképpen engem az 56-hoz való viszony érdekel és az érdekelt, hogy ez a kádergarnitúra, ez lassan lépjen le a színpad, Ról, egy idő múlva szomorúan kellett regisztrálnom, hogy gyakorlatilag senki semmilyen még egy enyhe bejnyét se kapott. Hát gondolj bele, tudod, mikor halt meg Péter Gábor? 93 ba És odáig nem lehetett eljutni, hogy legalább mondjon egy pár szót. És akkor még élt az összes többi olyan figura, akik, hát hat fogalmazzak így, szimpátiámat korlátozottan viselték. Én ma is azt gondolom, hogy a Orbánék által képviselt irány az hozzám közelebb áll, de miért te mondhatnék Mert mondhatod. Miért áll hozzád közelebb? Hát ezért. Hát, és akkor persze most elkezded mondani, hogy de ott is mennyi ilyen van. Igen. Igen. Tehát én azt gondolom, hogy a, a, hát egyszerűen csak a múltal való szakítás, akkor fogalmazzuk így az 56-ot és a, az egykori nomenklatúrát, attól ők én úgy gondolom, hogy, hogy, hogy távolabb vannak. Rengeteg bajom van velük, rengeteg. Időnként mondasz is egy -két Rengeteg dolgot. kritikát tudnék elmondani. Mondj egy -kettőt. Hát például, amit én már négy évvel ezelőtt elmondtam, hogy az egyetlen és semmilyen politikai rendezvényen nem veszek részt, mint ahogy semmilyen interjúra sem megyek el és ezt mondjuk el a kedves nézőknek, hogy ez a mi 20 éves barátságunknak köszönhető, vagy ilyen barátságfélénknek, ugye? Négy évvel ezelőtt elmondtam, hogy az, hogy nincs ellenzék, ez a hatalmat pökhendévé, arogánsá, urhatnám urhatnámmá, kellemetlenné teszi, és lám ennek meglett a gyümölcse. Most, a legutóbbi választások én, alkalmában. Én amikor néztem többször a ánálom műsoraidat, abban tényleg nem nagyon volt, különösebb politika. Igen. De a tévéképernyőről meg csak lejöttek jobban így. Hát annak jobb, idején, jobban ilyen hát annak dolgok, hát annak ugye idején. a leghatásabb, bocsánat, ez hát, a gyúcsány fénykép leköpés. Na jó, de Amin hát ez na kiakadtam. de te mint, persze, de hát ott megint mi történt. Először is a műsorban nem került be. Azért nem került be, mert a közösség nem jól reagált rá. Hogy reagált rá a közösség? hát hogy nem, jö, rosszul. De még mit csinálta a közönség? Nem röhögött. Hát a, a, Ez a műfaj, ez mérhető. A közönség nem röhög, a munkádat rosszul végzed. Egy. Tehát én ott rögtön mondtam a munkatársaimnak, hogy ez lecsó. Ott volt a mai nap kiváló tudósítója, a producerem jó voltából, tehát ezek azok az apróságok, amit mondtam neked. De természetesen, és ennek az elmesélését én már abba hagytam egy ideje, ugye nem ment a tévéműsorba, nem leköptem, hanem rápöktem, ami egy hatalmas különbség, és tisztogattam egy ilyen svejkes omázs formájában. Önmagában az, hogy az önmagukból kifordult kollégák egyáltalában gondoltak arra, hogy én ezt humorosnak tartom, én ezt mindenképpen egy szegénységi bizonyítánynak látom az ő részükről, hangsúlyozom, ez a műsorba a századik vagy a százötvenedik adás után mutatta meg, mikor már ugye a mai nap révén, hát mindenki ezen csámcsogott. Ennyi történt. Uh -huh. Ennyi történt. Ennyi történt. Miért van az mégis, hogy és itt visszatérek a Facebookra. Igen. Hogy ugye, ugye... Ki, kitettem, hogy, hogy jössz, és akkor, renge, akkor sokan lájkolták, izé, ez, az, amaz, de azért volt mindenféle, Igen. izé, hogy antiszemita, hogy ilyen, Igen, meg olyan, Igen, meg olyan. Tehát, hogy miért, miért lett neked ö, sokak szemében egy olyan, olyan imidzsed, hogy mondjuk összevesztél a farkas, tehát mi vesztél össze? Össze. össze Nem össze. Hanem, Nem vesztünk össze. Nem úgy, úgy elhűlt a dolog. Én soha a telefont nem tettem le, én az ajtót soha rá nem csaptam. Egy, inter, egy interjúban annyit elmesélsz, hogy egyszer valami nagyon jót írt a hocipőbe. Igen. És, akkor fel, igen, és akkor felhívtad. Ez, és ez akkor, most volt egy ja, ez pár éve, éve. És persze. És akkor egész jól dumáltatok, aztán rájött, hogy rosszban vagytok, és letette, és letette így volt, Igen, Ö, mert a családjáról írt, ami szerintem fantasztikus, és mondtam neki, hogy ez egy filmforgató. Ami történet. egyébként jellemző rá, tehát most, amikor most nyáron is a Kisvárdán uh -huh. összefutottunk, akkor nálad volt egy magyar nemzet és egy népszava. Igen. Tehát, hogy te evidensen olvasod a hócipőt is, meg a népszavát Olvasom, is. persze. Tehát, hogy ez lehet. Mert miért egyébként? Hát az ember tájékozódik. Hát másodszor hát, a, a kormányzati sajtó azért, hát szolidan angolos understatement fogalmazva nem rettentő sok oldalunk. <laughs> és akkor meg kell nézni kicsit a másik oldalt, és az ember abból aztán valamit, valamit kiszítál. De elmesélsz egy másik történetet is egy interjúban, hogy ugye mondod, hogy hú, hát a Rádiókabaréban már mindent lehet. Ö, és hogy valami a Rádiókabaré titkára, hogy már nem emlékszem, nem tudom, ki a Gál -völgyit. Hogy akkor jöjjön ide, és hogy, ezt a, és hogy a Fábri hívja. Igen, igen. És hogy akkor a Gál meg azt mondta, hogy Ilyen nevű embert nem ismerek, és Igen, letette a kardlót. Szóval hogy ezek hogy alakulnak ki, és szerintem... Hát őket mi? kellene megkérdezni. De valami mi? oka biztos -a? Hát én nem tudok ilyenről. Annak sincs oka, hogy valahol, akit te nagyra tartasz, Bödöcs Tibor sincs ott a rádiókabaréban? Hát azon kívül viszont visszahoztunk mindenkit. Ugye, tehát hat évvel ezelőtt ők se, ők se voltak ott. Hát a Bödöcs az egy, az egy speciális történet. Most már nem is nagyon hívjuk, vagy hívtuk, vagy nem tudom. Szóval a két évvel ezelőtt volt a műsoromban, de, de Gábor, én ezt az egész beszélgetést nem szeretném ebbe a két közésbe eltölteni, annál is inkább, mert talán a mostani választások esélyt adnak arra, hogy az inga egy picit közeledik a középhez. Hát Orbán meghívta a, a kormányülésre, gratulált neki, együtt fognak működni, ők is megkapják a pénzt, ami a tarlósnak volt beígérve, hát én szerintem ez egy rendes ez hozzáállás. Neked tetszik, ahogy most ez a dolog alakult? Nekem nagyon nem tetszik, hát én ezt katasztrofálisnak tartom, hát a tarlós az egy, az egy kitűnő ember, aki mellett rengeteg minden szól és rengeteg mindent tett, Menj ki a Városligetbe, menj ki a Mileneum házába, és nézd meg azt a négyes félperces filmet, hogy mi lesz ez a, ez, a, ez a liget. És hogyha nem tetszik, akkor nem jól ismerjük egymást, tudod? Úgyhogy arról nem beszélve, be, hogy ez országos kérdés is. De az, hogy a Fidesz kapott egy kis fricskát, az nem árt. Uh -huh. Az nem árt, hogy levenni az arcokból egy picit. Kicsit és az Orbánon is ez látszik. Tehát levenni, és nem állandóan frontokat nyitni, és állandóan rúgózni, de természetesen nehéz ugye amellé állni, hogy van egy fiatal társulat, aki úgy lesz híres, hogy valamit nem. Hát mi fiatal korunkban valamit akartunk. Tehát nem azon rúgoztunk, hogy ezt a könyvet ne olvasd el, hanem azon rúgoztunk, hogy ezt a könyvet olvasd el. ugye? Tehát, hogy egy fiatal társulat ugye, abba leli örömét, hogy az olimpiát megfúrja, hát ez számomra értetetlen, és, és hát e, 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 Geri barátunk is ezt követi, nem azt mondja, hogy kéne egy szobor ide vagy oda, hanem azt a szent István szobrot, ami egy lényegtelen kérdés a Pest nagyobb ügyeihez képest, amit már elfogadtak, elkészítettek. Most mit kell ezzel rúgózni? Akkor se, hogyha megengedem, nem egy plasztikai csoda. Jó, de mondjuk, hogy Olimpia legyen, vagy ne legyen, vagy a városligetben. De mi nem lehet egy fiatal legyen. társaságnak ez az politikája, hogy valamit szétrugni. Hát ez félelmetes. Hát én nem így, hát öregem, hát a már említett Jérzsi Menzel 27 évesen lett Oscar Dias, a film lexikonom az a menszerné nyílt, és néztem az órát, hogy mennyi idő van még, míg 27 éves lesz. De nem lehet, hogy ők valamit akarnak helyette? Tehát nem azt nem, mondják, hát hogy, már lehetett nem mondják, volna mondani. Hogy túl... Tud, alánytalanul drága lesz az az olimpia. Jaj, ezek, ezek, Ö, ezek. Amire. Olyan, ezek olyan kis hülyeségek, plusz Gábor, te se értesz hozzá, és értek hozzá. Hát ez sportközgazdásznak kell lenni, én ezt nem tudom. De hát azért csak jó lenne, ha lenne olimpia, ez az én gondolkodásmódom. De, stadion... de hogy jön egy ifjú társulat, akinek az a gondolkodás módja, hogy ne legyen olimpia, én ezt nem szeretem. Egyébként még visszatérve, soha semmilyen kommentet nem olvasok, ez a blog, meg Facebook, meg ezé, ez tulajdonképpen ennek az egykor volt nyilas és kommunista házmester világnak a továbbélése, ezek tulajdonképpen ilyen névtelen feljelentések, ilyet soha meg nem nyitok, nekem De se vagy nincs, a Facebookon? Semmin, semmin, azt se tudom mi az, meg se tudom nyitni, megnyitás, hát már csak azért sem, mert ezek kivétel nélkül az amerikai titkosszolgálatok találmányai, lássuk a dolgot egész precízen. Igen? Hát like. hogy az Istenben? Uh, hát miért a tépőzár kinek a találmánya? Az amerikai hadsereg 45-ben már tépőzáros gyekik voltak. Hát <laughs> hogy le? Hát hogy le? Hát ez mind. Hát az mind. Hát ők nézik, hogy gyakran klikkelsz a pentagorra és szakállad van? hú, -hú. Hát mindent látnak, hát Big Brother watching you, hát itt van a, a, a teljes orvelli e, rémálom, hogyha akarod. De az, hogy vélemény nélkül, vagyis név nélkül e, valakinek odavágni, ez primitív, talajmenti. Lápszagú, rövidnadrágos, gombás körmű, neilo szabadidőruhás, izzadbányos, korpáshajú szarság. Na most neked van egy olyan elméleted, hogy, hogy a kapitalizmust csak bevezették nálunk. Egyébként hasonlókat a, a Szilágyi János is szokott mondani. Igen. Ö, ö, egyszer, nem most, régebben, ugye mondott egy olyan mondatot, hogy a. Ö, ö, Nálunk tulajdonképpen még szocializmus van, csak engedélyezték a kapitalizmust. Igen. Hát Na lehet most ilyen. te is ilyen hasonlókat szoktál mondani, ha hogy a kapitalizmus, hogy izé, de igazából az emberek, mint szocializmus, akarnak. Ez alatt mit értesz? Mert ugye erre, tehát most tulajdonképpen hát valami régebbi, hasonlóra. Utaltál. ez egy régebbi bommon volt a kacializmus, ugye? Tehát, hogy a szocializmusból még minden vacak itt van és a kapitalizmusból már az összes hülyeség itt van. Erre, erre próbáltam célozni, a véleményem azóta sokkal szomorúbb és sokkal pessimisztikusabb lett. Én egy okból szavaztam meg az EU csatlakozást, mert azt reméltem, hogy a trianoni helyzetre ez ad valami kisimulást. Ez illúziónak bizonyult. Az ellenben ö, 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 egyáltalán nem illúzió, hanem súlyos tények halmaza, hogy tulajdonképpen Kelet-Európa EU-ba való integrálása egy abszolút gyarmatosításnak a kiterjesztése, ugye hát már tulajdonképpen ez a rendszerváltással megkezdődött, de akarunk mi a műsorban ilyen szomorú húrokat uh, húrokat Hát pengetni. most már, ha pengetted, akkor fejtsd ki, mert így kérdezted, ugye ugye kérdezted. ezzel hát valószínűleg, nem. hogy nem értünk egyet. Tehát hát nyilván, én meg jó. elmondom neked, ez semmi más nem volt, mint piacvásárlás, és a Magyarország kiszolgáltatottsága az elképesztő. Tehát azért normálisabb közgazdászok elmondják, hogy azért autó összeszerelése nem lehet egy országot felépíteni. Miért kap a Kecskeméti Mercedes gyár 7,8 millió forint munkahelyi támogatást emberenként, és miért keres az én sógorom a Győri Audiba negyed annyit, mint a német kollégája. És ott miért nincs bekapcsolva a légkondíció, és Németországban meg be van. Hát ezek az aljasságok. Hát a Suzuki-ba az emberek mitől kapnak rákbetegséget, betegséget, mert nincs elszív barátom, és azokat a vegyszereket, amiben az alkatrészeket mossák, azokat belélegzik. Hát ezek a valós kérdések, öregem. Az, hogy 17 cukorgyárból 16-ot felrobbantottak és a földbe beszántottak, majd fletó testvérék még eladták a cukorkvótát is, hogy feltétlenül, hogy feltétlenül cukorimportra szoroljuk. Szóval ezek csak ilyen kiragadó apróságok. való szépen alakuló kapcsolat, az nem ugyanilyen Annak idején ]ítás. volt egy nagyszerű zsiguli reklám, a biztonsági öv, és az volt ráírva egy újra kötött barátság. Hát egy világbirodalomnak vagyunk gyakorlatilag a szomszédai. Hát csak nem gondolja, drága Bótaelv hogy velük valamilyen kapcsolatot nem kell kialakítani. Hát a valamilyen az Hát különbözik ezek különbözik. ilyen, ezek ilyen, de ezek tényleg ilyen klubrádió szintű, ilyen lápszagú okosságok, ha a gyurcsát letót meglátogathatta. a lábszagú okosságok vannak. Hát sokszor igen. Amit mát, te amit egyébként szintén re, na, főleg téged, főleg téged. Nocsak, kollégával. Na, Mert

De, tehát akkor meg miért, tehát miért, miért tehát ide figyel, le az egész ide ami viszont sokak számára iszonyú fontos. Ebben tökéletesen igazod van, sőt, módosítom a véleményemet annyiban, hát én most konkrétan eh, Bolgár György úrnak a Beszéljük meg című, hát a BBC normatívákat legendás eh, 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 karakterességgel eh, megvalósító bűsorára gondolok. Na mindegy, szóval ebbe Amit a Amit szintén rengetegen szintén, szeretnek, és szerintem egy rendkívül De magas, szakmai színvonalú dolog. Erre, hogy, erre erre, dolog. hogy, dábor, erre, hogy, hogy a Kocsek Budapestet egymillióan nézték meg, attól az még nem egy jó film. Az, hogy ez az ország háromszor megszavazta a saját gyilkosait, arra se vagyok olyan rettenetes büszke. Ez Erről az... ez a háromszor megszavazta a gyilkosait? Hát, hogy ne? hát Először a Hornékat, utána a Megyeséket, és utána a Gyurcsányt. Ahogy Eszterházi Péter mondta, akartok rabok lenni? Akarunk. Tehát a népről ne beszéljünk, és ne beszéljünk ilyen, e, ilyen diszkó, ritmusú hülyeségekről. Hát energiafüggők vagyunk az oroszoktól. Itt vagyunk a hónajukba. A világ egyik legnagyobb hatalma. Hát nem elemi érdekünk, hogy valami normális kapcsolatot ápoljunk velük. Dehogy nem. Hát abszolút mértékben. Oké, okay. és amikor az egykori függetlenített kisztitkár meghívja, Putyit a saját villájába, ugye bár abba a villába, amiről szintén olyan sokat tudunk, de én most ezt a CD-t nem akarom feltenni, mert már rettentő módon unom, akkor azzal nincs baj. Tehát ezek hülyeségek, Dábor, ezt kell, hogy mondjam. Neki. Jó, itt nyilvánvalóan nem vagyunk egy platformon. Mit csinálsz itt a végén, lazítsunk egy kicsit? Mit csinálsz, amikor akkor nem műsor, nem ízé, egy oldaladat ismerem, hogy szereted az országot járni, tehát, hogy te úgy barangolsz az országba, itt-ott vagy, Igen. szóba szóba elegyedsz emberekkel, azt tudható rólad, hogy van egy ö, lányod, Igen. sőt, van egy fiad is, Igen. aki nem veled él. Igen. A lány 11 éves a Még annyi nincs, nincs, 8 és fél. 8, 8 és, 8, 8 és és fél, fél éves. Ö, Szóval, hogy mi, van, mi van, ilyenkor? Ö, amikor nem már, ez a, már ez az ország kuksizás? ország, ország Hát kérlek, szépen elmentünk például a Városligetbe, megnéztük ezt a játszóteret, ami, ami hát ugye az egész Liget projekttel már 42-szer elmondta a szegény Bállászló, hogy nem kevesebb zöld terület lesz, hanem több. Hát az, hogy Na, nem is akarok részletben menni, szóval... szóval... Ebben már tényleg nem menjünk bele, de ez mert tény, erre, erre nincs De idő. hát ez tény, de hát ez teljes tény. Oké, okay. elmentünk kérlek szépen megnézni a játszóteret, isteni, elmentünk megnézni az Olaf Palme házat, ami most Milleneum háza, ahol van egy kiváló interaktív kiállítása, a Városliget történetéről, eh, szembe a Arról felúj... is megjelent már, hogy nem is egészen készült még el, meg mindenféle megjelent ezzel De én ezt és... utálom, ezt a uh -huh. gondolkodásmódot. Tehát én ezt, én ezt aljasnak, eh, és lápszagunak tartom, mindennel ezt csinálták. Amikor gyönyörűen felújították az Uránia mozit, akkor az első az volt, hogy beázik. Mitől ázott be? A szomszédtól. Én, én nem szeretek így gondolkodni, én előre szeretek menni. E, hát nézd meg, hogy milyen szinten van felújítva a Színművészeti Múzeum, ahova most hoztak egy valóban világszintű kiállítást Rubens van Dijk, főművek nagy múzeumból, nem rajzok, nem vázlatok, nem mellékesen odakent képek, hanem nagy képek. Én ezeknek örülök, és szeretném, hogyha ilyenek lennének, és ezeket megtekintem. Szóval azok, akik 20 évig hagyták a város teljesen lerohadni, hát hogy nézett ki az ifi park? Azok azon rágódnak, hogy háromszor adták át, háromszor adták át, igen. Én is sokszor örjöngök, hogy nem tudnak rendesen hát leburkolni. Ez tipikus vala... kabaré téma. Azért. Ezek tipikus kabaré témák, de ettől mégiscsak az a döntő kérdés, hogyha a nemzeti galériá, mostani nemzeti galériából lesétálsz kérlek szépen a várkertbe, hát az olyan kinézetű, az hogy megőrülsz, ki. hát ha kimész a, a Margit-szigetre, ja. az úgy néz ki, mint a windsor Kastélynak a parkja. Hát mikor voltál a Margin szigeten? 40 éve. Minden van. héten futokodsz. Hát akkor tudod, hogy milyen gyönyörű. Hát akkor tudod, gyönyörű. hogy milyen gyönyörű. Na én tehát én nem szeretem ezt, hogy hogy de ott is még. Ja, szóval ezek ezek szörnyűségek. Ott van az első világháborús kiállítás. Iszonyú pénzbe került ez kétségtelen. A várkertben világszínvonalú meg lehet tekinteni. Jó, figyelj, nincs időnk ebbe belemenni, mert akkor elkezdhetnénk belemenni az állandó témákba az egészségügytől az oktatásig, és ezekben nyilván te is látsz kivetni valót. Hát hol igen, hol nem, de ezt most ezt a fájt tényleg ne tegyük fel, mert én ebben nem vagyok életékes, de az én is látok sok mindent, meglátod, hogy meg lesz majd a nagy kórház, és próbálnak ezt, ők is tudják, ők is tudják, és fognak majd ebbe megfelelő mennyiségű pénzt tenni. A legnagyobb baj, hogy ameddig az orvosok kezdőorvosnak nem adnak egy 1 millió körüli nettó kezdőfizetést, az orvosoknak egy másfél körüli, magyarán ember nincs. Na, ezt akarom mondani, amit én is látok. Tehát rengeteg helyen itt van a szuper kütyű, csak nincs hozzá, kit odaültetni, ez baj. De akkor alapvetően te most... Jól érzed magad. de ez, is, de ez is a felelőtlen EU csatlakozással függ össze egyébként. Tehát a Norvégiába odáig jutottak, hogy megszüntették az orvosképzést. Hát minek? Az marha drága. Hát kapunk a gyarmatokról, szarér, hogy Hát persze. Hát persze. Szóval akkor te most jól vagy? Ugye de hogy vagy vagyok jól, hát állandóan szomorkodom az sorsán. Te tulajdonképpen jól vagyok, hát béne jól, de, de egy dolgot azért így a barátságunkra volt tekintettel szögezzünk le, hogy egyrészt csak miatt jöttem, reméltem, hogy nem csalogatsz be ilyen különböző politikai zsákutcákba, de mindegy, talán sikerült valami nyugvó pontra, hát ezeket nekem nyugvó mit pontra, ne, ezt neked föl kell, föl tenned, kell föl kell tenned, és természetesen számos, számos kérdésben bizony-bizony bőséggel hintek el kritikus megjegyzéseket szűkebb környezetemben mindarról, ami körülöttünk történik, de én azt mondom, hogy nagy vonalakban mégiscsak a hajó halad, és azt mondom, hogy legyen olimpia, és egy fiatalnak ne az legyen az az poétikája, már gyerekkorunkban is megvolt. Az egyik épített a homokvárat, a másik jött és szétrúgta. Most ők vannak. Köszönöm, hogy jöttem. Ki nem mondott, hogy szívesen. Oké, okay. önöknek pedig köszönöm, hogyha néztek minket. E, egy hét múlva is lesz Bóta Café. ma van 5 -e. hú, kitaláltam 12-én, kedden 19.45-től, egy kiváló színésznő, Tompos Kátya lesz a Bóta Café vendége, Tudják, játszott sok felé, például a Nemzetinek a tagja volt, most éppen egy remek zenés darabnak is a főszerepét adja a Madágy színházban. Szóval akkor Tompos kártyával várom önöket november 12-én, kedden 1945-től a Bótakaféban. A viszontlátásra! Műsor szakmai együttműködő partnere a Karinti Színház.